Autópiac. A használt kocsik eladása is felpörgött az előző hónapokban, ami a GDP növekedésnek és az alacsony kamatoknak is köszönhető. Fejlesztés. Új körforgalom és kerékpárút is épül Ibrányban, emellett a Városligetben is lesznek újdonságok. Új orvosi rendelők. Több mint 20 millió forintos támogatással segíti az önkormányzat az egészségügyi alapellátást. Az új autók eladásával együtt lendült fel a használt autók piaca is az elmúlt években. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az első negyed évben ismét bővült a használt kocsi import is, ami viszont jelentősen gyorsítja a hazai autóállomány öregedését. A piacra hatással lehetnek a környezetvédelmi szigorítások, valamint a július 1-től induló babaváró hitel 10 millió forintos szabad felhasználású hitelkerete is. Sorban állnak az eladásra váró használt autók ennél az orosi úti értékesítőnél. Az idei évben nőtt az autóvásárlási kedv a használt és az új autók piacán is. A külföldről behozott kocsik mellett pedig a hazai kínálat is egyre nagyobb, ami leginkább az új autók értékesítésének köszönhető. A használt autópiac az utóbbi évek tendenciájának megfelelően az új autópiaccal együtt mozog, mondhatjuk úgy, hogy pörög. Az új autó eladások, jól tudom a számokat, egy olyan 18%-os pluszban vannak a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Ez nagyjából a használt piacon is nagyjából ez jelződik, hiszen aki új autót vásárol, az eladja a használtját, tehát egy plusz kínálat jelenik meg a piacon. A piac fellendülését a GDP növekedés mellett a gazdaság és az építőipar növekvő teljesítménye és az alacsony kamatok is meghatározzák, mondta el az alelnök. Hozzátette, az Európai Unió jövőre életbe lépő új emisszió korlátozása azonban tovább alakíthatja a piacot. A jövőre még ez nem fog hatással lenni. Itt ugye, amit figyelembe kell venni, az a CO kvótáknak a gyártói elosztása. Ebben a nagy autógyártók ebben meg tudnak egyezni, meg állapodnak, és a különböző modell struktúrákat úgy alakítják ki, hogy ennek megfeleljenek. Itt a piacon elterjedt az, hogy a dízelautók nem sokára kitiltásra kerülnek szinte mindenhonnan. Ezt azért árnyalni kell ezt a képet, tehát a dízelautóknak még azt gondolom, hogy mivel használt piacon olyan arányba fordulnak elő, hogy ezt még nem lehet megtenni, és nem is fogják megtenni. Gulyás József hozzátette, az autóvásárlási kedvet tovább fűtheti a július 1-től elérhető úgynevezett babaváró hitel, amely akár 10 millió forintos szabad felhasználású, bizonyos esetekben kamatmentes vagy visszanemtérítendő kölcsönt is jelenthet, amely egy részét várhatóan autóvásárlásra fordíthatják majd a fiatal családok. Új körforgalom és kerékpárút, extrém sportpark, mobil mosdók a Tiszaparton, számos fejlesztés valósul meg Ibrányban. A Zöldváros projekt részeként pedig a Városligetben is lesznek újdonságok. A település nyáron több programmal, mások mellett streetball bajnoksággal várja a helyi lakosokat és a máshonnan érkezőket egyaránt. Javában dolgoznak Ibrányban a település nagy halásszal összekötő úton. Új körforgalmat alakítanak ki egy közlekedés-fejlesztési projekt részeként. Ezzel egy balesetveszélyes csomópontot szüntetnek meg. A Tiszapart irányába haladó kerékpárút pedig a munkába járás teszi majd biztonságosabbá, ha elkészül. A Zöldváros program keretében más beruházások is terben vannak, mondta el a település polgármestere 35 perc című műsorunkban. Belül a polgármesteri hivatallal szemben fogunk kialakítani egy non-profit közösségi szolgáltatóházat, amely civil szervezeteknek biztosít majd székhelyet, illetve tanácskozási szinteret. Szintén a Zöldváros keretén belül a polgármesteri és a járási hivatal közötti parkban található régi szabadtéri színpad területén egy extrém parkot alakítunk ki a fiataloknak, ahol gördeszkázni, görkörizni fognak tudni. A Városligetben is lesznek fejlesztések. A tó körüli sétányon rekordtán futópályát alakítanak ki, emellett a játszótér is megújul. Új hidat is terveznek, és egy olyan részt a tavon, ahol a kajakkenu szakosztály tartana bemutató órákat, illetve mini sprint versenyeket is rendezhetnének, amelyek a toborzást is elősegítenék. A Városliget egyébként nyáron is több programnak ad helyet. Augusztusban kerül megrendezésre a harmadik alkalommal egy streetball fesztivál, ahol nagyon ügyes helyiek és környékbeliek fogják összemérni erejüket. A
legközelebbi programunk június végén lesz egy kerékpárverseny, egy országos bajnoki futamot rendeznek Ibrányban, ahol a Magyarország legjobb kerékpárosai fognak versenyezni minden korcsoportban. Ez június 29-én és 30-án lesz, szombat délután és egész vasárnap. Úgyhogy mindenkit várunk, nagyon magas színvonalú versenynek lehetnek szemtanulni a kilátogatók. Hozzáteszem gyorsan, hogy egy hónapra rá pedig egy nemzetközi kerékpárverseny befutója lesz Ibrányban a visegrádi négyek keretében belül. Lesz emellett Szent Iván éjszakai program, zenés gála műsor és kertvárosi napok is a településen. Azokat pedig, akik az ibrányi Tiszaparton hűsölnének a nyáron, mobil mosdók és zuhanyzási lehetőség várja majd. A konténereket a magas vízállás miatt csak később helyezik ki a strandra. Több mint 20 millió forintos önkormányzati forrásból alakítottak ki két új orvosi rendelőt Nyíregyházán a Szent István utcán. A fejlesztés nagyban hozzájárul a magas színvonalú, minőségi betegellátáshoz. A kialakított rendelők emellett alkalmasak a praxis közösségek keretében vállalt többletfeladatok ellátására is. 2013 óta több pályázati forrás tette lehetővé, hogy már az összes önkormányzati rendelő korszerűsödjön. A kis STK felújítása két ütemben jelenleg is zajlik, a fejlesztési sorozat részeként pedig két új rendelőt adtak át a Szent István utca 63 szám alatt. Ennek a költsége 22,7 millió forint volt. Saját forrásból, erre már nem volt pályázati lehetőség, és ide két nagy, a Kovács Emre doktornő és Sós Zoltán doktor betegei jönnek, két nagy körzetről van szó, 4000 városlakót érint, és az volt a célunk, hogy a legmodernebb szinten legyenek a rendelők, ezzel is segítsük az orvosok munkáját, ezen keresztül a nyíregyháziak ellátását. A kialakított két rendelő a betegellátás mellett teret biztosít egy FOP-os pályázatnak is, amelynek célja az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése. Az itt rendelő két orvos praxis közösségben is dolgozik, az újonnan átadott rendelők pedig alkalmasak az így vállalt többletfeladatok ellátására. Meg fogunk valósítani, főleg a praxis közösségen belül, nem csak mondjuk az adott rendelőt illetően, de inkább a praxis közösségen belül. Az adott betegek, akik kiszűrésre kerültek, hogy mozgásszegény életmódot folytatnak, szükség van esetleg a gerincük eltérésük miatt majd a gyógytorna tevékenységre, túlsúlyosak, ezért kellene valamilyen prevenciós tevékenységbe vonni. Őket tudjuk integrálni az egészségfejlesztési iroda által szervezett szintén programokban, Mozdony Nyíregyházába, gyógytornászaink, gyógytornász szakembereknek a bevonásával, gyógytorna tevékenységbe, illetve dietetikus szakember bevonásával, dietetikus program túlsúly elhízás, diabetes kezelés tevékenységben. Ez egy egyéves projekt időszak, a végén egy összegzést követően a pályázat kiíró dönt a folytatásról. Az önkormányzat több tevékenységgel is támogatja a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi orvosokat. Ezek közül kiemelkedik az ETAP, vagyis az Egészségügyi Támogató Alapprogram. Az önkormányzat saját forrásból eddig 31 millió forintot már kifolyósított, és ehhez a házi orvosi praxisok további 32 millió forint társfinanszírozást tettek hozzá. Ez volt ennek a lényege, hogy adunk viszonylag támogatást, szálljatok be ti is. 95 sikeres projekten vagyunk túl, és most egy újabb pályázati szakaszban vagyunk, a legutóbbi közülésen ezt meghirdettük, és már 12 praxis jelentkezett, és újabb fejlesztéseket kíván megvalósítani. Azt gondolom, hogy tudomásom szerint az országban ilyen nem nagyon működik, és ez egy elég innovatív és az a háziorvosok által kedvelt forma. Az innovatív kezdeményezés célja az volt 2013-ban, hogy olyan fejlesztésekre adjanak vissza nem térítendő támogatást, amelyek közvetlenül a gyógyítást segítik. Ezt a legtöbben segédeszközök, műszerek és bútorzat beszerzésére, vagy informatikai rendszerek fejlesztésére fordították. Egyre többen nyaralnak hitelből, annak felvétel előtt azonban sok dolognak utána kell nézniük az igénylőknek, hogy ne érje őket meglepetés később a törlesztés során. Az információkról több helyen is tájékozódhatnak, így például a Magyar Nemzeti Bank honlapján, vagy ingyenes tanácsadás keretében. Sokan választják a tengerpartot nyáron, de aki nem is a vízben hűsölne, az is vágyik kikapcsolódással a legmelegebb hónapokban. Több ember nem engedhetik meg maguknak a külföldi utazást, úgy érzik, nem telhet el nyár enélkül, így a probléma megoldásaként személyi hitelt vesznek fel sokan milliós nagyságrendűt. A tendencia ráadásul egyre jellemzőbb.
A híradónak nyilatkozó pénzügyi szakember szerint ugyanakkor a szabad felhasználású hiteleknél sokan nincsenek tisztában a törlesztés részleteivel. Mindenkinek el kell tudni dönteni, hogy a jövedelméből mennyit költ törlesztésre. Tudnélik, ha valaki hitelt vesz fel, az nem egy adomány. Azt vissza kell fizetni, ezt mindenki tudja ugyan, de nem tervezi meg. Tehát annyi hitelt vehetek fel, amit a jövőbeni jövedelmemből, vagy nyereségemből vissza tudok fizetni. Tehát ez egy megelőlegezés, megelőlegezi, előrehozza a céljait, ugyanakkor a bank pedig megelőlegezi neki a jövedelméből, hogy megvalósítsa a célját. A szakember hangsúlyozta, a jövőre is gondolni kell, hiszen bármikor adódhat egy betegség vagy a munkahely elvesztése, amikor jobban rászorul az ember a pénzre. Éppen ezért érdemes jól átgondolni a hitel felvétele előtt, hogy milyen célra mekkora összeget kérünk, belefér a jövedelmünkbe, tudjuk-e törleszteni hosszabb távon is, meg kell nézni emellett a futamidőt, hiszen hosszabb futamidőnél több a kamat. Az is fontos, hogy ez hogyan változik, milyen periódusokban, ez ugyanis megnövelheti a törlesztő részletet. Ezekről ma már számos helyen tájékozódhatunk. A Nemzeti Bank honlapján megtalálhatunk 42 tájékoztató füzetet például. Különböző hiteltermékekről, pénzügyi tudatosság nevelése céljából lett ez kiadva. Készített a kormány egy fejlesztési stratégiát, hogy növelje a pénzügyi tudatosságot a lakosság körében, mivel ez egy állami feladat is, hiszen ahol magasabb a pénzügyi tudatosság, az ország is eredményesebb, és nem szenvednek az emberek veszteséget. Tehát egy nagyon fontos dolog. Másrészt pedig tanácsadóirodák működnek, mindenképp el kell menni a tanácsadóirodákba, tájékozódni, ingyenes tanácsadásról van szó. Ilyen tanácsadóiroda egyébként minden megyeszékhelyen van, ahol független szakértőktől lehet tanácsot kérni. A közgazdás szerint bár az elmúlt években történt előrelépés, és a válság sok embernek felnyitotta a szemét, még mindig sok a feladat a pénzügyi tudatosság kialakítása terén, ráadásul a fiataloknál is. A megfelelő D-vitamin szint rendkívül fontos az egészségünk megőrzése érdekében, ugyanis ez a vitamin felelős a szervezetünk ásványi anyag szintjének szabályozásáért. A napvédő termékek azonban jelentősen csökkenthetik a bőrünket érő UVB-sugarak jótékony hatását, amellett, hogy számos káros hatástól is megvédenek. Sóstón napfürdőztek a strandolók a hétvégén. Az erős napsütésben volt, aki az árnyékba húzódott, de olyanok is akadtak, akik nem kerestek menedéket a tűző nap elől. Ők a leégést, a bőröregedést és a bőrrák kialakulását kockáztatták, ha csak nem használtak magas faktorszámú naptejet, ami viszont a D-vitamin előállításához szükséges UVB-sugarakat is blokkolja. Mivel ezek az UVA sugárzástól is védenek, illetve az UVB-től, és ez maga a napfénynek ez a sugárzás fogja a D-vitamin kialakulását elősegíteni. Természetesen lassabb lesz a folyamat, de így is lehet fedezni, hiszen ilyenkor kellően magas a napsütéses órák száma. A D-vitamin egyik legfontosabb szerepe a szervezetünkben, hogy szabályozza a kálciumháztartást, így többek között hatással van a csontok, a fogak és az izmok épségének megőrzésében is, mondta el a gyógyszerész. A D-vitamint a szervezet saját maga állítja elő, melyhez mindössze arra van szükség, hogy a szabadban, napfényben tartózkodjunk. A nyári időszakban szerencsére a D-vitamin szükségletünket a napsütés tudja fedezni, egy olyan 15-20 percet, hogyha tartózkodunk a szabadban, ez elegendő lehet. Ugyanakkor az ennél hosszabb időtartam esetén már a napvédők használata javalt, hiszen ilyenkor az UVA és az UVB sugárzás hatására a bőröregedés is beindul, illetve különböző káros anyagok keletkeznek a szervezetbe. Ennek lesz a következménye az, hogy bepirosodik a bőr, leégünk, és ennek a megelőzésére a napozók használata javalt. A D-vitamin hiánya számos betegség kialakulásában közrejátszhat, tette hozzá Nagy Zsombor. Nem csak az immunrendszer működésére gyakorol negatív hatást az alacsony vitaminszint, hanem nagy szerepe van a csontritkulás kialakulásában, illetve befolyásolhatja többek között a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, valamint a cukorbetegséget és az asztmát is.
115 csapattal indult, 113-mal fejeződött be a 2018-19-es Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futballszezon. A megyei első osztályban a Nagyecsed végzett az élen. A kieső Csenger, Gyulaháza és Tiszavasvári helyére pedig az Újfehértó, a Nyírkarász és a Nyírmeggyes került fel. Az új bajnokságra július 1-ig lehet nevezni. Az átigazolási időszak is azon a napon kezdődik. 117 megyebeli csapat nevezett az előző szezonra, közülük végül 115-tel indult el a megyei első, másod és harmadosztályi bajnokság, amelyeket végül 113 együttes fejezett be. Az utánpótlás csapatok száma viszont nőtt, az U14-es korosztályban 32, az U14-es korosztályban pedig 40 gárda játszotta végig a szezont. A lányoknál a 15 és 19 éves korosztályban összesen 17 csapat szerepelt az előző bajnokságban. Mint Vaka Árpád, az MLS megyei igazgatója elmondta, a csapatok számát tekintve a megye országos szinten ott van az élmezőnyben. Győr, Moson-Sopron megye, aki talán egy-két csapattal előttünk van, és most már Borsodot is megelőztük, tehát a második legnagyobb számú megye vagyunk. Ráadásul nem csak a csapatszámban, hanem azt hiszem, hogy a minőségben is, a bajnokságok minőségében is. Ilyen kiélezett, ilyen izgalmas megyei első osztályú bajnokság, mint ami most volt, hosszú évek óta nem volt. Ne felejtsük el, az utolsó fordulóban még konkrétan 4 csapat lehetett volna bajnok, ráadásul egymás ellen is küzdöttek, sőt, még az utolsó fordulóban mindig volt egy olyan csapat, 2 olyan csapat, hogy az utolsó kieső helyért is küzdöttek, tehát nagyon nyílt volt végig a bajnokság. Emellett volt olyan megye 2-es pontvadászat is, ahol tényleg 2 forduló a vége előtt még 4 csapat lehetett volna bajnok, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt. A színvonal talán nem is volt magasabb, mint az elmúlt években, de mindenféleképpen izgalmas bajnokságot hagytunk magunk mögött mind a megye 1, mind a megye 2-es osztályban. A megyei első osztályban a Nagyecsed lett a bajnok, de az ecsediek nem vállalták a magasabb osztályt. A megye egyből a Csenger, a Gyulaháza és a Tiszavasvár esett ki, helyükre a 3 megye 2-es bajnok, az Újfehértó, a Nyírkarász és a Nyírmegyes került fel. Persze a végleges csoportbeosztás csak a nevezési határidő lejárta után lehet majd elkészíteni. Július 1-jéig lehet nevezni, addig legalább el kell kezdeni a nevezést, hiszen utána még van egy pár nap, amikor ugye hiányt lehet pótolni. Az átigazolási időszak pedig pont ezen a napon, július 1-én fog majd kezdődni az amatőr labdarúgók részére. Nagyon fontos információ, hogy a felnőtt játékosoknak július 1-től július 20-áig úgynevezett szabadon átigazolási időszak van. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi klubjának nem kell beleegyezni abba, hogy átigazoljon. Július 20-a után viszont egészen augusztus 31-ig csak úgy igazolhat át a felnőtt korú labdarúgó, hogyha az átadó klub elengedi őt. A működési költségtérítés a felnőtt korú játékosokra nyáron nem, csak télen vonatkozik, de természetesen az utánpótlás korú a 2000-es vagy az annál fiatalabb játékosok részére a működési költségtérítés megfizetése mind nyáron, mind télen kötelező. Vaka Árpád még hozzátette, tavasszal több mint 30 új játékvezetővel bővült a keret. Valamint 47 csapat a héten kezdte átvenni azokat a defibrillátorokat, amelyeket az MLS pályázatán nyertek el, így a következő szezonban már 83 pályán lesz életmentő készülék a megyében. 8 játékosával már szerződést hosszabbított a Nyíregyháza Blue Sharks, 4-en még gondolkodnak a közös folytatáson, a légiós választás pedig augusztus végére tervezi a klub vezetése. Az utánpótláskorú játékosok számára ezekben a napokban egyéni képzést tartanak a Kék Cápák edzői. Az elmúlt 2 nyáron nem volt jelentős mozgás a Nyíregyháza Blue Sharks játékos keretében, és a vezetők ezúttal is szeretnék együtt tartani a csapatot. A játékosok közül 8-an már elkötelezték magukat a közös folytatás mellett, így Busz Iván, Tóth Gergely, Bazsó Bruno, Cinger Zoltán, Vaskó György, Demeter Ádám és a korosztályos válogatottal készülő Mokánszki Máté, valamint Sitku Márton a következő szezonban is a Kék Cápák szerelését viseli majd. 4-en még nem döntöttek arról, hogy elfogadják-e a klub ajánlatát. Cura Attila, Fazekas Csabi, illetve Olá Zoli az, aki egyelőre még nem mondott végleges dolgot. A jövőjükkel kapcsolatban nem tudom pontosan, hogy hol fogják folytatni, majd ezt meglátjuk. Viszont a Szondi Ákos az, aki gondolkodik azon, hogy a következő évben egyáltalán tud-e kosárlabdázni vagy sem. Sajnos az évben kialakult újabb sérülése az nem segítette azt, hogy még jobban segítségére tudjon lenni a csapatnak, de hogyha a többi nevet megnézzük, akkor a többiek viszont itt fognak maradni nálunk, és továbbra is a csapatot fogják erősíteni. A Continental Arénában ezekben a napokban is pattog a labda, a klub edzői az U14-es, az U16-os és az U18-as csapat játékosai számára tartanak egyéni képzést. Ez az időszak itt nyáron nem csak a pihenésről kell, hogy szóljon, most lehet pótolni azokat a
dolgokat, amikre évközben kevesebb idő marad. Nem fordulok most hátra, de az előbb éppen a dobásnak a bizonyos technikai részét próbálták iskolázgatni. Ezek azok a feladatok, amikre évközben egy picit kevesebb idő jut, bár természetesen akkor is időt kell szakítani erre, és nagyon örülök annak, hogyha most a kamerában esetleg látszik, hogy milyen szép számmal vannak itt a srácok, annak ellenére, hogy nyári szünet van, örömmel jönnek, és azt hiszem, hogy ez a jövő mindenképpen, hogyha a játékosokhoz eljut az, hogy ebben az időszakban nagyon fontos a technikai dolgoknak a fejlesztése. A légiós választásról szólva Sitko Ernő elmondta, szeretnék, ha felkészülés kezdetére, augusztus elejére kialakulna a keret, és az edzőmeccsek tapasztalatait figyelembe véve döntik majd el, hogy melyik posztra kell külföldi játékost igazolni. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Az új autók eladásával együtt lendült fel a használt autók piaca az elmúlt években. Az első negyed évben ismét bővült a használt kocsi import is, ami viszont jelentősen gyorsítja a hazai autóállomány öregedését. A kínálat egyre nagyobb, a piacra pedig hatással lehetnek a környezetvédelmi szigorítások, valamint a július 1-től induló babaváró hitel 10 millió forintos szabad felhasználású hitelkerete is. Új körforgalom és kerékpárút, extrém sportpark, mobil mosdók a Tiszaparton, számos fejlesztés valósul meg Ibrányban. A Zöldváros projekt részeként pedig a Városligetben is lesznek újdonságok. Így például rekordtán futópálya és új híd. A település nyáron több programmal, mások mellett streetball bajnoksággal várja a helyi lakosokat és a máshonnan érkezőket. Több tevékenységgel is támogatja a nyíregyházi önkormányzat a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi orvosokat, ilyen például az önkormányzati rendelők felújítása és korszerűsítése, amelyekhez a pályázati forrásokon kívül saját forrást is felhasználnak. Így alakítottak ki két rendelőt közel 23 millió forintból a Szent István utcán. Az épület előtt térkövezett járdát raktak le, és lépcsőt építettek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 21-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Folytatódik a füllett meleg idő. Szombat reggelig erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar több helyen előfordulhat. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Napközben szintén sok felhő lesz fölöttünk, többfelé az esernyőkre is szükség lehet, felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, de a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban 29 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap közepesen, illetve erősen felhős idő lesz a jellemző, és sok helyütt elered az eső, záporeső, emellett zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani lehet, viharos széllökésekkel. A jövő héten már szárazabb léghullámok érkeznek, és sok napsütésre van kilátás.